Sziasztok, Réka vagyok, és ebben a lábosban találtam egy gyíkat. Ez itt a levedlet bőre. Kiveszem innen. De ne harapjál meg, nem tud kijönni. Nézzétek. Nem, nem eszel meg. Látjátok? De... És megharapott. De ne... Nézzük meg, most mit csinál. Na, így jobban látszik. A gyíkokról annyit kell tudni, hogy rovarevő állatok. Ennek egyszer már letörött a farka, nem tudom mennyire láthatjátok. Itt látszik, hogy itt más a minta. Egyszer már letört. Az a különlegesség, hogy vissza tudják növeszteni a saját farkukat. Egyedül élnek, lyukakban, falrepedésekben. Vannak kisebb és nagyobb gyíkok, vannak barnák, zöldek. Esetleg ilyen vöröses, barna színűek is. És egyszer volt egy olyan gyík, aminek... kétszer nőtt vissza a farka. Nem tudom, ebből mennyit érthettek. Azt nem tudom megmondani, hogy fiú-e vagy lánya gyík. Letudjátok, ilyen karmosak a lábai. Ez azért ilyen, hogy föl tudjam mászni a fára, mert volt egyszer, hogy el akartam kapni egy gyíkot, és akkor felmászott előlem a fára. Hát már nagyon mérges, most leteszteljük, hogy hogyan tud futni. Látjátok? Ott van. Nagyon szép. És ismét sikerült elkapnom. Várjatok, nagyon tekerek. Így néz ki alulról. Egyiknek a hasa. Jaj. Bocsánat, de tekerek. Köszönj a nézőknek! Hello. Na, szerintem amúgy még ott van a lábán a bőre, amit még nem sikerült levedlenie. De most már szerintem elég is volt. Hogyha tetszett, akkor lájkoljátok a videót, és iratkozzatok fel. Sziasztok!